Üdvözöllek! A következő feladatban vektorterek altereinek dimenziójáról lesz szó. Ugye a dimenzió az nem más, mint a bázis elemszáma, bázis számossága. Tegyük fel, hogy U és W ötdimenziós alterek a szám 9-esek vektorterében. Ugye a szám 9-esek azok egy 9 dimenziós vektorteret alkotnak. Mi is megfogalmazhatjuk ezt a feladatot, hogy a valós számok szám 9-esének vektorterében nem fér el két ötdimenziós altér úgy, hogy a közös elemük csak is és kizárólag a nulla vektor legyen. Nézzük a megoldást. Tegyük fel, hogy az U egy bázisa, az U1, stb. U5 vektorok. A W egy bázisa, pedig a V1, stb. V5 vektorok. Ugye a bázisnak az egy tulajdonsága, hogy lineárisan független vektorokból áll. Tehát a nagy A és nagy B, azok lineárisan független rendszerek. Tegyük fel, hogy az U és a W-nek a közös része csak is és kizárólag a nulla vektor. Azt állítjuk, hogy ekkor az A unió B rendszer, tehát a két független rendszer egyesítése szintén lineárisan független. Miért igaz ez? Azért, mert ha csak is és kizárólag a null vektor lehet közös, akkor az A beli vektorok segítségével nem tudjuk kigenerálni egyetlen nullvektortól különböző dupla V-beli vektor sem. És fordítva, szintén ez igaz, dupla V-beli vektorok nem triviális lineáris kombinációjaként nem tudjuk előállítani egyetlen egy U-beli vektor sem. Tehát valóban az A unió B rendszer az egy lineárisan független rendszer. Ennek elemszáma 10. Ez azért nem lehet, mert az R9-ben, ami ugye 9 dimenziós, maximum 9 eleme lehet lineárisan független rendszernek. 10 az nagyobb, mint 9, ellenmondást kaptunk, tehát az a feltételezésünk, hogy az U metszet W, az csak is és kizárólag a null vektor, az nem lehetséges. Ezzel beláttuk az állítást.